Hogy a jó? Na, kitikkadtam, föl kellett dobjam a köntöst, mert úgy érzem magam, mint egy nyugdíjas. Az az igazság, hogy el vagyok szokva a testmozgástól, úgyhogy ez most így, hogy is mondjam, megbaszott. Ja, úgy lihegek, mint egy 80 éves. Na, vissza kell jönni a kondiba, úgyhogy holnap is, és holnap után is biciklivel kell menjek boltba, mert ez katasztrófa, hogy 33 évesen egy 5 perc biciklizéstől kiköpöm a tüdőm. Ez nem túl jó. Kondíciónkat vissza kell szerezzük. Hú. Ablak videó is volt egy kicsit. Vagy hát ez még az. Meg vagyok öregedve, az az igazság. Faszom. Örüljetek neki, hogy fiatalok vagytok. Mert 30 fölött már felesett réfa. Na mindegy. Amúgy jó volt. Élveztem. Nosztalgikus érzések törtek elő belőlem. Fú, de amúgy kurva melegem van. Na nézzetek ide! Na, szóval kurva melegem van, úgyhogy menjen a faszomba köntös. Pucér felső testemet fogjátok látni. Már amennyit láttok belőle, inkább a fejemet mutatom. Ki vagyok városodva, mi? Bazd meg, ne szóljál be, oda baszok. Na, szóval jó volt, nosztalgikus volt, főleg ezek a bejárt utak, amit gyakorlatilag 20 éven keresztül minden nap bejártam. 20-25 éven keresztül, most mondok valamit. Tök jó volt, ugyanazon az útvonalon, ugyanúgy mentem boltba, meg vissza. Menő volt, na. Meg kellett a testmozgás most már tényleg. Munkába valamennyit mozgok, de hát ez lófasz, mert ha nem muszáj, akkor nem is emelek meg egy kilót se. Inkább egy raklapot nem nagyon szeretek arrébb rakni puszta kézzel. Azért van a targonca, nem bazd mi? Na mi? Targoncás vagyok végül is, nem izé. Emberi emelőgép. Na, mindegy. Jó volt, úgyhogy várhatóak még vlogok a héten. Ez jó hír azoknak, akik szeretik a vlogjaimat, rossz hír azoknak, akik utálják a pofám. Hát nem lehet mindenkinek jó, igaz? Na, jó van, ez volt mára ennyi, mert hosszú ez, nem bírjátok feldolgozni, hogy két hetente van egy 2 perc, az most hirtelen itt 10-valahány perces. Úgyhogy köszi a figyelmet, a héten még találkozunk. Na, sziasztok!